Best for Soil. Vetésforgó. Gyakorlati információk. Saskia vagyok, és a Delfinél dolgozom, egy mezőgazdasági kutatási és tanácsadói szolgáltató cégnél. A jó talaj kezelése szempontjából rendkívül fontos a megfelelő vetésforgó. Azt, hogy ezt és minden vele együtt járó dolgot hogyan tudsz elérni, az itt következő Best for Soil videóban találod meg. A megfelelő vetésforgó hozzájárulhat a kártevők és betegségek által okozott Növénykárosodás megelőzéséhez. Miközben növeli és fenntartja a talaj egészségét. A kórokozók és betegségek megelőzése mellett nagy szerepet játszik a talaj termékenységében és szerkezetében. A vetésforgó egy meghatározott növényi kultúra tervezett sorrendje ugyanazon a területen. A következő növény egy másik családhoz tartozik, így visszafogja a talaj eredetű betegségeket és fonálférgeket. A vetésforgó nagyon egyszerű lehet, de minél változatosabb, annál több előnye használható ki, azzal a feltétellel, hogy az adott növényeket megfelelő sorrendben és arányban alkalmazzák. A megfelelő vetésforgó megtervezéséhez fontos megérteni a mögöttes folyamatokat és a megfelelő lépéseket megtenni. A talajeredetű betegségek és a fonálférek fogékony gazda növényt igényelnek a túléléshez és a szaporodáshoz. Szaporodhatnak a fertőzött fogékony gazda növényen, vagy annak felületén is. A betakarítás után a növényi maradványok és az elpusztult növények potenciálisan hatalmas mennyiségű kórokozót és fonálférget tartalmaznak. A növényi maradványok és növények bomlásával ezek megmaradnak a talajban, ezáltal növelik a talajban tapasztalható fertőzés mértékét. Ez annyira megnöveli a következő növényre nehezedő nyomást, hogy a termesztése gazdasági szempontból valószínűleg már nem megvalósítható. Ezt a folyamatos ciklust megszakíthatjuk egy nem gazda szervezet jellegű növény termesztésével, amely nem érzékeny a talajban előforduló betegségekre és fonálférgekre. Ez a művelet kihasználja a természetes tényezőket, például a kórokozó kieheztetést, vagy a hasznos mikroorganizmusok általi antagonizmust, vagyis a kórokozók és fonálférgek populációi azon határértékig való csökkentését, hogy a potenciálisan érzékeny növényeket ismét sikeresen lehessen termeszteni ugyanabban a talajban. A jóvetésforgó forgó megakadályozza a kártevők és betegségek olyan mértékű elszaporodását, amely befolyásolná a terméshozamot és a minőséget, gazdasági veszteségeket okozva a mezőgazdasági termelő számára. Növeli vagy megőrzi a talaj egészségét és így hozzájárul a növény gazdaságosságának fenntartásához. Mindenek előtt a megfelelő vetésforgót kell alkalmazni a helyi feltételekhez. A piaci lehetőségektől és a talajtípustól eltekintve a meglévő betegségek és kártevők fertőzöttségi szintje határozza meg a vetésforgót. A fonálférges talajfertőzés mértékét meglehetősen könnyű meghatározni, és sok országban állami vagy magánlaboratóriumok kínálnak ilyen szolgáltatásokat. Ezzel szemben csak néhány ilyen módszer létezik a talajeredetű gombás kórokozókhoz, azaz a verticillium esetében, és ez az elemzés csak néhány országban érhető el. Ezért az alapos forgatás különösen fontos a gombás talajbetegségek kezelése szempontjából. A talajeredetű betegségek és fonálférgek gazdasági tartományát figyelembe kell venni. Egyes betegségek és fonálférgek meg lehetősen kevés gazdaszervezettel rendelkeznek, például burgonyacisztás fonálféreg. Még mások a gazdaszervezetek széles tartományával, mint például trichodorus SPP. A vetésforgó megtervezése nagy mértékben függ a növényektől és attól, hogy mely betegségek vagy fonálférgek vannak jelen a területen. Itt a best val adatbázis segítségével megtervezünk egy stabil vetésforgót. A példánk egy homokos talajon fekvő szántó Észak-Európában, 8 éves a ciklusunk. A főnövények a burgonya, a hagyma és a sárgarépa. Ezekre a növényekre jellemző talajeredetű betegségek és fonálférgek a verticillium dálie, a sclerotinia, a sclerotium, a fusarium, a foma terrestris és az alternária radicina a szabad élő fonálférgek, a Pratilencus penetrans és a Trichodorus spp fonálférgek. Ezen vetésforgón belül kétszer burgonyát termesztünk, a többi növény cukorrépa, káposzta és őszi búza, rosszal, mint zöld rágyával. A gyakoriság általános szabálya, hogy a növény kettő vagy több évben csak egyszer szabad termeszteni, sok növény esetében azonban hosszabb időszak szükséges. Ebben a vetésforgóban például a főnövényi burgonyát más növények három szakasza váltja. A talajvizsgálat és a korábbi növények megfigyelései azt mutatják, hogy a területen a következő fonálférgek vannak jelen. A Pratylenchus penetrans fonálférgek és a Trichodorus SPP. A Pratylenchus penetrans fonálférgek szintje meghaladja a károsodási küszöböt. Ezért megvizsgáljuk a Best for soil adatbázist, hogy megtudjuk, mely nem gazdaszervezett növényeket tudunk termeszteni. A javasolt vetésforgó kitöltése után a séma megmutatja, hogy a fonálféreg melyik szinten képes szaporodni a kiválasztott növényeken. És mennyire szenvednek a növények a fonálféregtől. Amint itt látjuk, a trichodorus nem mindig káros, de minden növényben szaporodik. Ezért úgy döntünk, hogy bevezetjük a bársonyvirágtakaró növényt, mivel a Pratilénkusz számára halálos anyagot bocsát ki, amikor a fonálférek behatol a növénybe. Látjuk, hogy tervünk egy másik gyengesége az őszi búza sorrendje és a rózsaszín választása, mivel a Pratilénkusz rózsban szaporodik, még csak csekély mértékben a cukorrépában. Még jobb opció a rózs helyett a japán zab és a nyári árpa. Ezért úgy döntöttünk, hogy a cukorrépát kicseréljük a nyári árpára, és a rossz helyébe japán zab kerül, zöld rágyaként, Ez a kifejlesztett vetésforgó egy példája. A Best for Soil szóló adatlapján további vetésforgó termintákat találsz. Mint például a téli búza, burgonya és téli olajrepce tipikus szabadföldi vetésforgója Észak-Európában. A vetésforgó megtervezésével kapcsolatos egyéb szempontokat ebben a filmben csak röviden tárgyaljuk. Néhány növényt egymás után termesztenek, hogy kiegészítsék egymás igényeit. A hüvelyes takarmány növényt, mely megköti a nitrogént, elő lehet vetni olyan növény előtt, amely magas nitrogén szintet igényel. Mélyen gyökerező növényeket, például nyári árpát lehet vetni olyan növények után is, mint például a cukorrépa, hogy javítsák a talaj szerkezetét és a vízelvezetést. A méregyökerező növények visszahozzák a mélyebb talajrétegekbe szivárgott tápanyagokat. A helyet, hogy a főnövények betakarítása után a talajt csupaszon hagynád, fölévedhetsz olyan növényt, amelynek betakarítása október 1-e esik. Légy tudatában annak, hogy a takarónövényzetnél is figyelembe kell venni a fanálférgek szintjét, a gazda és nem gazda növényeknél. A takarónövények megakadályozzák a tápanyagok elszivárgását, a törmelék pedig fenntartja a talaj szerves anyag szintjét, védi a talaj felszínét és táplálja a talaj érelmiszerhálózatát. A takarónövények elősegítik a rendkívül stabil talajagregátumok képződését is, amelyek ellenállhatnak a heves esőzéseknek és szélokozta eróziójának. Tudj meg többet a takarónövényekről, a Best for Soy takarónövényekről és zöldtrágyáról szóró videóiból. Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozhass ki a ahol lehetséges, integrálj más gyakorlatot is, mint például a takarónövények használatát. Minden esetre mérleged, hogy mely parazitafonál férgek és betegségek vannak jelen vagy várhatók, és változtasd meg vetésforgod és a kiválasztott takarónövényt, zöldtrágyát. A Best for Soil adatbázis felhasználható a helyzetednek megfelelő termény kiválasztására, a megfelelő vetésforgó tervezésére.